Köszöntöm nézőinket! Önök a Tornatáj Televízió híradóját látják, Jelics Fanni vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Gázriasztó pisztollyal akart rabolni Kocsolán, ítéletet hirdetett a szekszárdi törvényszék. Az egészségügy helyzete. Kerekasztal beszélgetés a szekszárdi Matthias Corvinus kollégiumban. Szakmaválasztás, pályaorientációs napot tartottak Dombóváron. Támogatói nap. Bátaszékiek horgáztak a Kövesdi bányatónál. Életének 57. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Potápi Árpád János 1967. március 28-án Bonyhádon született. 1991-ben általános iskolai tanári oklevelet szerzett Szegeden, 1991 és 1994 között elvégezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem szakát, majd Szegeden és Bonyhádon tanított. 1998-tól 2011-ig a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöki posztját töltötte be. A politikus 2002 és 2014 között Bonyhád polgármestere volt. Országgyűlési képviselőként 1998 óta tevékenykedett. Potápi Árpád János információink szerint szívinfarktusban hunyt el. Rablásbüntettének kísérlete miatt tartottak nyilvános ülést másodfokon a szekszárdi törvényszéken. Egy férfi gázriasztó pisztollyal akart kirabolni egy helyi boltot Kocsolán még februárban. A Dombóvári Járásbíróság a vádlottat korábban 2 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet ellen a védelem felmentés miatt fellebbezett. A felvételeken éppen az látszik, ahogy a rendőrök őrizetbe veszik azt a férfit, aki még 2024. februárjában akart kirabolni egy kocsolai vegyesboltot. A vádirat szerint a rabló gázriasztó pisztolyt fogott az eladóra és a napi bevételt követelte. Az eladó azonban bátor volt, nem adta oda a pénzt. Erre a vádlott elrakta pisztolyát, majd gyorsan elsietett. Az ügyet most másodfokon tárgyalták, az ülésen a vádlott nem jelent meg. A férfi ügyvédje szerint az elsőfokú eljárásban nem álltak rendelkezésre teljes körű bizonyítékok, hiszen a vádlottat uzsorások kényszerítették a rablásra, ezt azonban nem vették figyelembe az eljárás során. Elmondta, hogy egy fegyvernek látszó riasztópisztoly vitt magával az elkövetést megelőzően ezen a napon, és nem azért vitte magával, hogy ezzel bűncselekményt hajtson végre, hanem tudta azt, hogy a várján az utcán a zsuzsorások és a saját személyi védelme érdekében vette magához, de ennek a használatára nem volt lehetősége, mivel jelentős létszámban gyakorlatilag a zsuzsorások kényszerítették, és megfenyegették azzal, hogy akár az ő, akár a családja élete veszélybe kerülhet, amennyiben nem szerez pénzt. A fegyverről egy rendőrségi szaktanácsadó mondott véleményt, az ügyvéd azt is sérelmezte, hogy ezt nem egy szakértő tette meg. A vádlott ügyvédje új eljárás szeretett volna elérni, az ügyészség az indítványozásokat elutasította. 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés a büntetendő cselekményben beszélünk, ahol 2,5 év a középmérték, ez lett volna a kiinduló pont. Ehhez képest az enyhítő szakasz alkalmazásával 2 év körüli szabadságvesztés, igen, nyilvános büntetés a vádlott előéletére, hiszen felfüggesztett szabadságvesztés hatájára tanúsította meg a cselekményt, illetve a cselekmény tárgyi súlyára, de a kísérleti szakadmódásra is figyelembe, úgyhogy további említése semmiképp nem lehetséges az ügyben. A bíróság rövid tanácskozás után ítéletet hozott. Rablás büntetének kísérletére ellen indított büntetőügyben a Dombóvári Járásbíróság 2024. február 21 napján kihirdetett 9/24/2024/10 számú ítéletét helyben hagyja azzal, hogy a másodfokú eljárásban felmerült 7000 forint bűnügyi költséget vádlott köteles külön felhívással megfizetni az államnak. A korábbi 2 év 10 hónap börtönbüntetésről és 3 év közügyektől eltiltásról szóló ítéletet tehát helyben hagyták, az ítélet jogerős. A magyar egészségügyet lehet és kell is fejleszteni, azonban nem árt tisztában lenni a rendszer valós helyzetével. A szekszárdi Matthias Corvinus kollégiumban biztos, hogy romokban az egészségügy?
címmel tartott kerekasztal a beszélgetést Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár, Kis Zoltán, a Tolna vármegyei Balassa János kórház főigazgatója és Pap Zoltán házi orvos. A Szekszárdi Matthias Corvinus kollégium legutóbbi előadása a magyar egészségügy helyzetéről egy aktuális és fontos témáról szólt. Az egészségügy jelene és jövője. Nem elég arról beszélni, hogy az egészségügyet fejleszteni kell, hogy az egészségügynek milyen hiányosságai vannak. Én fontosnak tartom azt, hogy valóban tisztában legyünk azzal, hogy milyen helyzetben, milyen állapotban van a magyar egészségügy. Örök téma, ami valamennyi kormány mindenkori felelőssége is. Arra voltunk kíváncsiak Takács Péter államtitkártól, hogy a rendszerváltás óta volt-e olyan kormány, aki hathatósan beavatkozott az egészségügybe, és szükség van-e erre? Szükség mindenképpen van rá, de talán a mostani ciklus megelőzően vagy a politikai bátorság nem volt meg hozzá, vagy egyéb elhatározás, szakmai elhatározás hiányzott. Én azt hiszem, hogy most minden összeállt. Tehát, hogyha megnézzük ezt a kormányzati ciklust, sőt, mert igazából a Covid uralta éveket is, akkor van egy nagyon határozott elképzelésünk, hogy hogyan tudunk modern, ütésálló, a mindenkori kihívásokhoz, akár a járványok korához alkalmazkodó egészségügyi rendszert létrehozni. A kerekasztal beszélgetés során a felek érintették az egészségügy aktuális helyzetét, a dolgozói bérek és a munkakörülmények alakulását is. Magyar kormány egy robusztus és erős állami egészségügyi ellátórendszerben hisz. Tehát azok a rémhírek, hogy a magánellátásba akarjuk terelni a beteget, meg lehetetlen a magyar orvoshoz bejutni, lehetetlen Magyarországon normális ellátást kapni, ezeket fogjuk itt cáfolni, egy közös gondolkodásra hívunk itt mindenkit, egyébként a vármegyei ellátó képviselőivel, itt a kórház főigazgatója, itt van a házi orvosok képviselőjében a kollegiális vezető. Szó volt továbbá a magánegészségügy szerepéről Magyarországon, valamint a megvalósult és tervezett fejlesztésekről, szakember hiányról, az egészségügyi ágazat jövőbeni kilátásairól és megoldásokról. Felütötte a fejét térségünkben a madárinfluenza. Hívja fel a figyelmet közleményében a Tolna vármegyei kormányhivatal. Azt írják, nemrég Fejér vármegyében jelent meg a vírus házi madarakban, emiatt Dunaföldváron megfigyelési körzetet rendeltek el. A korlátozó intézkedések érintik a madarak tartását, az állatszállítást. Amennyiben bárki az állományában elhullást, rendellenes viselkedést tapasztal, mielőbb értesítse szolgáltató állatorvosokat, vagy a területileg illetékes járási hivatal élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi osztályát. Életének 85. évében csütörtökön hajnalban elhunyt Kozma Imre atya, katolikus pap, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, a betegápoló irgalmas rend korábbi magyarországi vezetője. Kozma Imre az 1989-ben megalakult Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökeként a szegények, idősek, hajléktalan emberek ellátását szervezte meg. Bozsolik Róbert bátaszékváros polgármestere is gratulált Hefner Zsófiának, aki az elmúlt hétvégén az olaszországi korosztályos karate világbajnokságon kadett, mínusz 47 kg-os súlycsoportban bronzérmet nyert. A fiatal bátaszéki tehetség kazak, montenegrói, kanadai, amerikai és portugál ellenfeleket is legyőzött a torna során. A városvezető Nagy Ákosnak, Zsófi edzőjének is gratulált. A Hefner Zsófiával készült riportunkat pénteki híradónkban tekinthetik meg. Dombóváron is megrendezte a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum a pályaválasztási roadshow-t. Az eseményen a centrumhoz tartozó mind a 8 iskola bemutatta a 45 szakmát és a 15 ágazatot. Az érdeklődők kérdezhettek oktatóktól, diákoktól, valamint gyakorlati, interaktív foglalkozáson is részt vehettek. Igen? És rámeszállni, hogy ilyenkor kiadjenek itt a maticát, és ezt rendezni. Lőce Tibor, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Apáczai Csere János Technikum és Kollégium igazgatója bemutatta intézményüket, és elmondta, mivel készültek az érdeklődők számára a dombóvári pályaválasztási roadshow-n. Az előző évben jött az ötlet a centrum vezetésétől, hogy a pályaválasztást, illetve a pályaorientációt, azt összefogjuk, és nem csak helyi iskolák az adott városban próbálkoznak ilyen beiskolási rendezvényen, hanem ezt kiterjesztjük, és mind a 8 iskolánk együtt összefogva elmegyünk a megye nagyobb városaiban. Így a diákok nem csak azt a kínálatot láthatják, ami a saját városukban van, hanem kitekintést nyerhetnek a
másik városban levő oktatási intézményeinknek a kínálatába, és betekintést nyerhetnek az ottani képzéseinkben. Az igazgató kiemelte, hogy pályaorientációs támogató programokkal várták a diákokat és a szülőket is. Ami ebben egy kicsit újdonság, hogy ez nem egy ilyen előadás jellegű valami, hanem a standokon diákok vannak, a képzésekben tanuló diákok, és őtőlük kaphatják meg első kézben az információt. Azt gondolom, hogy ők a leghitelesebbek, akik a képzésekben tanulnak, és át tudják adni ezeket az érdeklődő 7.-8. osztályos diákoknak. Az általános iskolákat meghívtuk minden városban erre a rendezvényre, és hát nagyon velünk el is jöttek, elég nagy létszámmal vannak jelen, és érdeklődőek a diákok. Mindent a standokon meg lehet nézni, adott esetben ki lehet próbálni, vagy meg is lehet kóstolni. Az iskolába jelentkező diákok lehetőséget kapnak arra, hogy megismerkedjenek a különböző szakmák kínálta lehetőségekkel. Érdemes részt venni ezeken az eseményeken, mivel rengeteg hasznos információval szolgálnak a tanulóknak. Szerintem nagyon jók ezek a feladatok is, meg hogy az ember, vagy mire tud ugye felkészülni, és akkor így megtanítják. A leendő apáca is sok számára elérhető az óvodai képzés is. Szeretek a gyerekekkel dolgozni, még nem biztos, hogy gyerekes lesz, de még szeretnék sportot is. És én is a gyerekekkel szeretek foglalkozni. Mert nagyon szeretem a gyerekeket, és óvónő szeretnék lenni. A korábbi nyílt napok és családi rendezvények során a résztvevők életszerű képet kapnak az iskolák és a képzések világáról. A magyar csapat tagjaként aranyérmet, egyéniben bronzérmet szerzett Papp József, dombóvári horgász a szegedi Feeder Masters világbajnokságon. Papp József a verseny után úgy nyilatkozott, számára mindig nagy megtiszteltetés, amikor a hazáját képviselheti egy világbajnokságon. Megható érzés, amikor a himnuszt hallja az ember a dobogon, ha pedig még neki is játsszák, bizony könnyet csal a szemébe. A 68-59-es vereséget szenvedett második Európa Kupa meccsén hazai pályán a Tarka SC Szekszárd kosárlabda csapata a francia Tárb alakulata ellen. A szekszárdiak vezetőedzője Magyar Bianka szerint a mérkőzés a harmadik negyedben dőlt el. A tolnai együttes kettő forduló után egy győzelemmel és egy vereséggel 3 ponttal állt csoportjában. Támogatói napot tartott a Bátaszéki Horgász Egyesület a Kövesdi bányatónál. A horgászat szeretete mindig összehozza a tagokat, ezen az alkalmon pedig megköszönhetik segítőiknek és egymásnak az egész éves munkát. 2765. A kifogott halakat mérik a horgászok a Kövesdi bányatónál. Mint már hagyományosan minden ősszel, most is megtartotta támogatói napját a Bátaszéki Horgász Egyesület. Az Egyesület több mint 700 fővel a település legnagyobb civil szervezetének számít. Minden évben ilyenkor ősszel, októberben megrendezzük a támogatói és a vezetőségi horgászversenyt. Ez számunkra arról szól, hogy az egész éves munkát, a hajtást megpróbáljuk egy kicsit kiengedni, ez csak a mi napunk, csak a támogatóink napja. Igazándiból illik is megköszönnünk a támogatóknak. Az utóbbi években intenzív haltelepítésbe kezdett az Egyesület, a tó a környék horgászait is vonza. Céljuk, hogy gyermekeiknek, unokáiknak továbbadják a horgászat szeretetét. Fejlődünk, egyre-egyre jobban fejlődünk, mindig próbálunk valamit, igazániból kellenek a célok és kellenek azok a lehetőségek, hogy ki tudjuk használni, mert most már igazániból mi még csak horgászunk, de már a jövő nemzedékének alakítjuk ki ezt az egészet. A kapás nem mindenkinek volt a legszerencsésebb, de abban mindenki egyetértett, hogy ezen a napon nem a versengés, hanem egymás társasága volt a fontos. Vegyes, mert a szomszédom az nagyon jó fog. Én meg eddig egyet fogtam, egy kisebbet, de nem is itt nem ez a lényeg, hanem az, hogy az emberek jól érezzék magukat. Igen, tehát, tehát a társaság, tehát egy jó összeszokott társaság van itt. A Kövesdi bánya tavat a nyári aszály nem viselte meg tragikusan, de 50-60 cm-nyi víz így is hiányzik belőle. Regionális híreink következnek. Az alapoktól a mesterséges intelligenciáig. Informatikai képzés nyugdíjasoknak. Kressz vizsga. Ingyen megszerezhetik a középiskolások. Megbízási jogviszony és adózás.
Tájékoztatás a Baranyai NAV-tól. Hogyan kell megnézni az egészségügyi adatainkat a neten, vagy időpontot foglalni az orvosnál? Vagy éppen hogyan kell használni a mesterséges intelligenciát? Nyugdíjasoknak szerveztek képzéseket a kezdőktől a haladókig egy egyesület szervezésében Pécsen. Idősek a monitorok előtt ebben a pécsi teremben. Ők most azt tanulják meg, hogyan intézhetik ügyeiket az interneten. Egyikük azt mondja, van olyan ismerőse, aki semmit nem tud ezekről az ismeretekről. Van egy okos telefonja, mert a gyereke már unja, hogy a diplomás anyja semmit nem tud az internetről sem, de csak telefonálni tud vele, és még annyit, hogy föl lehet őt hívni Messengeren. De semmi más nem tud. Hogy fog ő jövőre időpontot foglalni az orvosnál, ha nem lehet másképp? Törteli Ildikó szerint több hasonló képzést kell szervezni a nyugdíjas korosztálynak, mert ma már szükségük van az informatikai ismeretekre a mindennapi életben, és ezt nem tanítja meg nekik senki. Mert a gyerekeink oda jönnek, akkor inkább megcsinálják helyettünk, mert sose érnek rá, vagy rakétasebességgel bögdösnek 20-at a számítógépen is el van intézve, és nagyon-nagyon fontosnak tartanám, hogy főleg az időseket, akiknek nem volt módjuk arra, hogy ebbe belenőjenek, és sajnos sokáig nem is gondoltuk azt, hogy ennyire rá fogunk kényszerülni arra, hogy ezeket az ismereteket birtokoljuk, hogy valaki tanítsa őket. Ezen a képzésen nem csak az alapokat sajátíthatják el az idősek, aki már rendelkezik informatikai ismeretekkel, megismerkedhet a mesterséges intelligencia használatával. A meglévő számítógépes tudásomat szeretném kiegészíteni. És amit most tanulunk, mert többféle szekcióban lehet ezt a tudást gyarapítani, amit most tanulunk, az engem nagyon érdekel a mesterséges intelligencia. Legfőképpen azért jelentkeztem ide, hogy magam kis plakátokat, szórólapokat szerkeszteni tanuljak, esetleg kis videót vágni, tehát ilyen tudásra szeretnék szert tenni. Dombi Erzsébet azt mondja, az időseknek is haladniuk kell a korral, még akkor is, ha a veszélyeket rejt számukra a net használat. Ezért kell megszerezni a tudást. Ma már minket idősebb embereket naponta ér olyan atrocitás, hogy a számítógépes adatainkon, az interneten elérhető adatainkon át próbálnak becserkészni a csalók. Na, ez bizony ez egy élő probléma, előfordulhat ilyen is, de hát muszáj használni. Ugye a géprombolással nem oldották meg annó, akkor sem a fejlődést. Hát én úgy gondolom, hogy az időseknek is muszáj felzárkózni. A képzést egy nyugdíjas egyesület szervezte meg. A mai világban már ennélkül nem lehet boldogulni, csak nézzük az ESZ-t, stb., tehát amiben be kell tudni jelentkezni. Sok házi orvoshoz is úgy lehet, hogy interneten keresztül bejelentkezni, tehát szükségünk van erre a képzésre. És ennek a képzésnek kettő szintje van, az egyik szintje az, amikor ezeket az alapképességeket, hogy tudjak használni ezeket a kezelőfelületeket, ezeket tanulja meg egy csoport, és van egy haladóbb csoport, aki már a mesterséges intelligenciával, a Word Excel táblázatokkal, a Canva programokkal foglalkozik, úgyhogy így raktuk össze ezt a programot. Jelenleg 20-25 főnek tudják biztosítani az informatikai képzést. A jövőben szeretnének további tanfolyamokat szervezni. Ha van lehetőség, akkor ugyanúgy bővíteni fogjuk ezt, hiszen nem csak ez a 20-25 fő az, akinek ez fontos, hanem annak az 1200 fős tagságunknak, ami van annak, tehát minden tagjának jó lenne, hogyha el tudnánk juttatni ezt a tudást hozzájuk. A pécsi székhelyű szervezet az önkormányzat egyik pályázatán nyert támogatást a mostani képzés megszervezésére. Ezt szeretnék folytatni a jövőben is, ha lesz újabb lehetőség a támogatásra. Elindult az ingyenes elméleti tanfolyam a jogsi megszerzéséhez a végzős középiskolásoknak. Az online KRESZ oktatás a Kréta rendszerben érhető el. A tanfolyamhoz a tananyagot az állam, a technikai hátteret az iskolák biztosítják. A Siófoki Szakképzési Centrum iskolái már felmérték, hogy mennyi diák szeretné élni a lehetőséggel.
Az e-jogsi menüpont biztosítja számunkra azt, hogy jelentkeztethessük a tanulókat, itt kezelhetjük ezen belül a diákokat. A Barosban már megkezdték a jelentkezést a fiatalok az eljogosítvány megszerzésére. Jelenleg még az adminisztratív jellegű folyamat zajlik az intézményben. Eljogosítványnak az elő megszerzésének az előkészítése zajlik pillanatnyilag. A tanulóknak a részéről mérjük fel az igényeket, hogy hány tanuló lenne, aki jogosult erre, és még nem rendelkezik jogosítvánnyal, és megkívánja szerezni ennek a lehetőségnek a keretében. A tanulók többsége szeretné kihasználni a lehetőséget, hiszen szimpatikus számukra, hogy ismerős környezetben vizsgázhatnak, emellett az anyagi költségek csökkenése is fontos szempont. Maga az, hogy központilag itt az iskolában tudjuk megszerezni a jogosítványt, ez egy nagy segítség. Ha ezt mondhatom a diáktársaim nevében is, hogy aki vidékről jön, az ugyanitt meg tudja szerezni a jogosítványt, és ez egy segítség annak, aki mondjuk nehéz anyagi környezetből jön, hogy ennyit áll az iskola. Az állam által nyújtott csomagban 3-3 ingyenes vizsga szerepel, melyek novembertől indulnak. A tanfolyamokat és vizsgákat a Kréta felületen lehet elérni. A vezetés gyakorlati oktatása továbbra is piaci iskolákban történik. Kréta rendszeren keresztül biztosítsa a tanulóknak a jelentkezését. Utána a felkészüléshez, ugye maga a Kréta rendszer nyújtja már az elektronikus tananyagot, az iskolának kell majd megszerveznie az egészségügyi kontaktóráknak az időpontjait, és magátnak a vizsgaidőpontoknak a kijelölése, illetve a lebonyolítása szintén az iskolának a feladata. A kormány 2018-ban kezdte támogatni a jogosítványszerzést, egy olyan rendszert alakítottak ki, amelyben az államkincstárnál lehet visszaigényelni a közlekedési alapismeretek tanfolyam és a sikeres vizsga díjának összegét, de legfeljebb 25 ezer forintot. Mára mintegy 5 milliárd forint értékben közel 200 ezer fiatalnak segítettek, hogy jogosítványt szerezzenek. Mit jelent a megbízási jogviszony adózási szempontból? Milyen kötelezettségei vannak az így foglalkoztatottaknak? Ezekre a kérdésekre adott választ Barlai Krisztina, a NAV baranyai sajtóreferense. Gyakran problémát okoz az adózóknak a megbízási jogviszony adózási értelmezése. Erről beszélt a NAV baranyai sajtóreferense stábunknak. Megbízási szerződést mellérendelt felek kötik, és általában feladatorientált. A vállalkozási szerződésnél is szintén mellérendelt felek kötik ezt a szerződést, viszont ebben az esetben eredményorientáltságról beszélhetünk. Munkaviszony esetén pedig alá-fölé rendeltségi kapcsolat valósul meg. Adózási szempontból a megbízási szerződésre az jellemző, hogy a járulék fizetési kötelezettség jövedelem függő. Figyelni kell a jövedelem meghatározásánál a megbízási jogviszony esetében, mondja Barlai Krisztina. Ebben a jogviszonyban költségelszámolásra van lehetőség a jövedelem meghatározásakor. Ez lehet tételes költségelszámolás, vagy pedig 10%-os költséghányad. A megbízási jogviszonyból származó jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelem, ezért erre vonatkozó szabályok, illetve adókötelezettségek az irányadók. Az adókötelezettség megállapításánál figyelni kell, hogy milyen határt ér el a jövedelem. Ez alapján kell fizetni az adóhivatal felé. Ha a megbízási jogviszonyból származó jövedelem nem éri el a minimálbér 30%-át, akkor az adózó nem lesz biztosított, nem kell fizetnie 18,5% járulékot, viszont 15% személyi jövedelemadót meg kell fizetni. Abban az esetben, hogyha megbízási jogviszonyból származó jövedelem eléri vagy meghaladja a minimálbér 30%-át, akkor az adózó biztosított lesz, és fizetnie kell 18,5% TB-járulékot és 15% személyi jövedelemadót. Mindkét esetben a kifizetőnek kötelessége megfizetni a 13%-os szociális hozzájárulási adót. A megbízási jogviszonynál is bejelentési kötelezettsége van az így foglalkoztatottnak a NAV-hoz. Ezt a munka megkezdése előtt adatlapon kell megtenni. A megbízási szerződés alapján kapott összeget szerepeltetni kell a személyi jövedelemadó bevallásban is, de ezekre érvényesítheti az adózó a kedvezményeket, mondta a NAV baranyai sajtóreferense.
Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Gázriasztó pisztollyal akart rabolni Kocsolán, ítéletet hirdetett a szekszárdi törvényszék. Az egészségügy helyzete. Kerekasztal beszélgetés a szekszárdi Matthias Corvinus kollégiumban. Szakmaválasztás, pályaorientációs napot tartottak Dombóváron. Támogatói nap. Bátaszékiek horgáztak a Kövesdi bányatónál. Pénteken is hasonló kettősség várható. Az ország legnagyobb részén folytatódik a fátyol felhős, szűrt napsütéses, eseménytelen időjárás, hajnalban párássággal és kötfoltokkal, míg a nyugati-délnyugati határvidéket egy csapadékmező erőteljesebb felhőzete súrolja, melyből időszakosan gyenge eső is előfordul. A napos tájakon kellemesen enyhe, az évszakos átlag körüli, a déli ország részben kevéssel a feletti hőmérsékletű lesz a délután. A borús, esős nyugati térségben hűvösebb marad az idő. Éjszaka nem változik a légköri helyzet. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!